Én először a kőgenerátort építeném meg. Ennek a kőgenerátornak a dizájnja igen egyszerű, azonban meg lehet építeni más. Hello, hello, sziasztok, Sirius vagyok. Ebben a videóban az önmagát felépítő ház felépítő rendszerének felépítésével... Azt hiszem, ez lassan már érthető. Szóval pingvinharcos, foglal helyet, jól csinálni. Üdvözlök mindenkit. Szóval Gergely Viktor, és a milyen ház? Milyen kőépítőház? Önmagát felépítő ház. Bocsánat. Szóval, hogy pingvinharcos, már rá is azt mondtam, hogy extrém, de a YouTube-on nem is olyan extrém az ő példája. Talán gamer csatornának hívják az övét. Számomra teljesen ismeretlen világ a tiéd, bevallom. Mit csinálsz? Mi ez az egész, amit a YouTube-on csinálsz? Ugye alapvetően jól mondtad, gaming tartalmakkal foglalkozunk, a számítógépes játékok legkülönfélébb változataival változatai próbáljuk bemutatni az embereknek. Itt ez a példa, amit láthattunk, ez egy jelenleg nagyon-nagyon ütős, nagyon-nagyon divatos és igazából kiírthatatlan játék. Rengeteg YouTube csatorna foglalkozik vele. Ezen kívül pedig ugye más mindenféle játékkal tartok. Tehát azt csinálod, hogy játszod a játékot, és közben kommentálod, ami történik a képernyőn, majd rögzítőt föltöltöd a YouTube-ra, és azt megnézi mások? Ez egy műfaj. Tehát így is lehet csinálni, ezt is lehet csinálni, ezen kívül pedig lehet csinálni rengeteg különböző játékból tutoriál videókat, megtanítani embereket, hogyan lehet valamit megcsinálni, mert függetlenül attól, hogy elmetik ez a játék cél, nem mindenki szeret rájönni a dolgok nyitjára. Ezen kívül pedig, amivel mi foglalkozunk még a csatornán, és talán az egyik legnagyobb jelenleg színem meg nem kedvence, az a különböző e-sport események kommentálása. Igen. Igen, e-sport esemény, ez úgy néz ki, hogy ez olyan számítógépes játékok, amiket bajnoksági szinten lehet játszani, és amiben nagyon komoly bajnokságokat rendeznek, és ugyanúgy egy szakkommentárt kapnak, mint például egy foci mérkőzés, vagy bármi ilyen jellegű sportesemény. Azt meg szóval kérdezni, hány éves vagy? 21. És mi az, amit... Mennyi időt töltesz azzal, hogy ezeket a játékokat játszol, arra az is töltöttek YouTube-on, mekkora jelentőség van ennek az életedben? Hát sajnos egyébként az idő az lényegesen kevesebb, mint szeretném vele tölteni, de jelenleg a mostani napi rendemmel úgy néz ki, hogy majdnem minden este van élő közvetítésünk, majdnem minden nap van 2-3 videónk fönt, az ugye olyan 20 percesek, tehát így ebből ki lehet számolni, hogy nagyjából mennyi idő a legyártása a dolognak. De naponta 2-3 óra? Az a felvétel maga, igen. És mindezt hányan nézik, hányan követik a csatornában? Jelenleg nagyjából 81 ezer feliratkozó környékén járunk, valahol kicsit fölötte, és hát havonta elég. Mekkora a teljes nézettség most? Nem tudom, én a havi nézettséget jobban figyelem, a teljes nézettség valahol 14 és 15 millió között van, és havonta egy másfél millió és 2 millió között szerzünk ugye új megtekintéseket. Nagyon szépen köszönjük, akkor tegyen jól csinálni, mert te is, Viktor, hogy akkor foglaljatok helyet egy-egy asztalnál, és akkor folytatjuk a történetekkel.